ha minden igaz, egy nem szomorú, nem lehorgasztott fejű, nem vesztes érzéssel ott álló riporter kolléga várja a kapcsolást Franciaországban, Somos András. Jól gondolom, András? Szia, jó reggelt! Annyira jól gondolod, hogy alig vártam már, hogy beszélhessek veletek, mert hogy ami tegnap történt, szerintem egy méltó befejezése lehetett volna ennek az Európa-bajnokságnak, mármint a magyar válogatott szempontjából, és az egészen a 77. percig így is tűnt, hogy ez így lesz. Ez úgy van, hogyha rúgtunk volna egy gólt, akkor lehet, hogy nem is a méltó befejezése lett volna, hanem akár a továbbjutásért játszhattunk volna. Volt esély, Hajszányi, és nagyon vékony, legyünk őszinték, ez a belga csapat nagyon jó volt, de a magyar szurkolótábor meg egészen zseniális tegnap is. Ez így van, és majd látni fogják a későbbi híradókban is, hogy nem voltunk a tábor kellős közepén úgynevezett fekete pólós fiúk és lányok gyűrűjében, és hát óriási volt a hangulat. Hát nem csak 1-0 és majdnem 1-1, majdnem 2-1 ide esetében vagy közelében, hanem 4-0-nál is úgy bíztatták az éjjel soha nem érhet véget rigmusokkal a magyar csapatot, hogy ahogy egyébként Bordóban az osztrákok ellen. Az egy nagyon fontos dolog, ezt a futbolisták is elmondták a meccs után, hogy milyen volt a szurkolótábor mindvégig az Európa-bajnokságon. Így másnap reggelre kicsit kiózanodva a tegnapi meccslázból. De hogy értékeled, a szurkolók mit tekintettek a legfőbb értékének a magyar válogatottnak? Hát azt, hogy Egon, innen indult a történet, ugye, a csodálatos Priskin góltól, de mondhatom akár az ezelőtti gólt, Glenn Heisler gólját, és ilyen volt végig ez a válogatott. Szóval az az igazság, hogy annyi nélkülözés, annyi keserű évtized után gyakorlatilag egy olyat csinált ez a csapat, amit hát magyar válogatott nem is tudom mikor utoljára. Én nem láttam, illetve láttam egyszer mondjuk 86-ban, ugye az egy sikeres selejtező sorozat volt. Azt hiszem az az utolsó, amikor ennyire hosszan menetelt a csapat, és úgy nézett ki, hogy egészen messzire juthat. Csak hát akkor jöttek a szovjetek meg a harmadik percben. Az a gyönyörű orosz gól, vagy szovjet gól, amit azóta is nyögünk. De hogy most ez nem így van, mert hogy a szurkolók is azt mondták a meccs után, hogy igazából ez volt az álom, hogy ott vagyunk, hogy Toulouse-ban vagyunk, hogy a belgák ellen játszhatunk. Amely belga csapat egyébként, ha formán kívül van, egészen könnyen akár el is kapható, de most ez ma tegnap este nem sikerült, hiszen nem csak Eden Hazard játszott jól, vagy legjobban az eddigiekhez képest, hanem azt hiszem, hogy talán 21-11, miket beszélek, szóval 11 Eden Hazard volt a pályán a belgáknál. Az, hogy Kiki meccset játszott a magyar válogatott a 4-0 ellenére is, teljesen nyitottan mind a két csapat vállalva a támadó játékot. Ugye ezt láttuk a portugálok ellen. Ez például a magyar fociban egy egészen új ellen. Nem behúzódunk, nem megpróbáljuk kibekkelni, túlélni a meccset, hanem megpróbálunk futballozni. Talán a szurkolóknak ez is sokat jelenthetett, hogy volt miért rajongani, voltak akciók, voltak lövések, volt bátorság. Ez így van, és azt hiszem, hogyha mondjuk, és ez történelmietlen persze, de hogyha mondjuk nézzük az első félidő második 20 percét, akkor ugye volt ott egészen egymást követően Lovrencsics Gergőnek, meg Dzsudzsák Balázsnak is olyan kísérlete, ami nagyon-nagyon közel járt. És hát ugye, csak hadd mutassam meg, mert el kell köszönnöm innen a focimániából, de azt hiszem, hogy ezek a fiúk azok, akikre még hetekkel később, vagy hónapokkal később is büszkék lehetünk, és hát indul a VB-selejtező, azt hiszem, hogy van egy magja ennek a csapatnak, és ez a csapat azt hiszem, hogy még sokra hivatott, és ezt azt hiszem, hogy mindegyik szakértő vagy szurkoló így látja. András, köszönjük neked folyamatosan azt a munkát, amit végeztél Franciaországban az EB-n. Lassan ti is indultok haza, hiszen, ha jól emlékszem, úgy szólt a mandátum, hogy amíg a magyar csapat, addig ti is ott vagytok, úgyhogy még remélem találkozunk itt az adásban is, de majd hazafelé jó utat nektek. Nem tudom, meddig maradtok. És még egy mondatot engedj meg, azt én a mai reggeli műsorban már... Délután még egyszer jövünk. Na, hát akkor még egyszer lehet veletek itt találkozni. Szóval én azt elmondtam már egyszer a ma reggeli műsorban, hogy talán a legnagyobb dolog az lehet, hogy ne csak Messik és
célronaldok szaladgáljanak 6-7 éves korban kis mezekben a grundokon, meg a focipályákon, hanem mondjuk Lenhelyzerek, Dzsudzsákok. Tehát, hogy szülessenek magyar futballhősök, mert attól lesz futballunk. Remélem ez most megtörtént. Ez így van. András, köszönöm szépen.